Elveszíthetik az állami támogatást azok a görög közintézmények, melyek nem vezetnek be energiatakarékossági intézkedéseket, jelentette be a görög kormány. A fogyasztást 10%-kal kell csökkenteni, és ki kell nevezzenek egy energiaügyi tisztviselőt, aki felügyeli a korlátozások betartását. Úgy döntöttünk, a törvények által megengedett legalacsonyabb hőmérsékletig 26 fokig fűtjük a medencéket. A város intézményeit 27 fokig hűtjük nyáron, télen pedig 19 fokig fűtjük. Az iskolákban 1 fokkal csökkentjük a hőmérsékletet, hogy elérjük a 10%-os energiacsökkentést. A sportlétesítményeket este 10 óráig világítjuk csak ki, mondta Elliniko Argyrupoli város energiaügyi tisztviselője. A településen a közvilágítást már korábban kicserélték ledes izzókra, így évente 4000 megawatt energiát takarítanak meg. A közvilágítás teljes lekapcsolása éjszakánként ezért fel sem merült. Az energiatakarékosság érdekében felújították a polgármesteri hivatalt és egy régi általános iskolát is. Semmi értelme lekapcsolni a közvilágítást a városokban, elsősorban biztonsági és bűnmegelőzési szempontok miatt. Az emberek adót fizetnek és elvárják, hogy egyfajta életszínvonalat biztosítsunk. Ez nem romolhat azért, mert a kormány hozott egy döntést. Amit megtehetünk, hogy hajnali 3 és 5 óra között, amikor nincsenek az utakon, kevesebbet világítunk. Ezt biztosan meg is tesszük, mondta a város polgármestere. A közintézmények energiafogyasztását nyilvánosságra hozzák egy weboldalon, melyet a görög belügyminisztérium felügyel. Azokban a közintézményekben, ahol nem vezetnek be korlátozásokat, a többletköltséget maguknak kell fizetni.